ami most az óvónénik produkciója volt, azok a nóták hozzátartoztak a szüreti mulatsághoz. Amíg a kukoricamorzsolás jó játék, korábban egész téli elfoglaltság volt. Az őszi népi hagyományokkal ismerkedtek a gyerekek a Hétszínvirág óvoda családi szüreti napján. A legkisebbek minden olyan tevékenységet kipróbálhattak, amelyek korábban hozzátartoztak a szürethez, a betakarítási munkálatokhoz. Ez a közösen megélt élmény, amit itt a gyerekek végigélnek szülővel, nagymamákkal, testvérekkel, ez egy olyan élményt jelent, egy olyan érzelmi töltést ad, hogy ezek a hagyományok számukra mindig őrizhetők válnak és meg is maradnak. A sok munka után járt a finom falat is, ahogyan a szüreti mulatságon az ilyenkor hagyományos kukoricamálét ettek, és mostat ittak a gyerekek is.